Képzel, nemrég volt a lelkészszentelésem. Jaj, de jó. Akkor nálad biztos gyónni is lehet. Hát persze. De várjál, te nem evangélikus lelkész vagy? De. De úgy hallottam, hogy nálatok nincs is gyónás. Valóban kikopott a magángyónás gyakorlat a felekezetünkből, de attól még gyónás van, és személyes, lelkész előtt történő gyónásra is van lehetőség. Az ágostai hitvallásban ezt olvassuk. Gyülekezeteinkben a gyónást nem törölték el. Nem szokták ugyanis kiszolgáltatni az Úrnak testét, csak azoknak, akiket előbb megvizsgáltak és feloldoztak. Tanítják az embereket, hogy a feloldozást a legnagyobb kincsre becsüljék, mert az Isten szava és Isten parancsára hirdetik. Magasztalják a kulcsok hatalmát, és emlékeztetnek arra, milyen vigasztalást nyújt a rettegő lelkiismeretnek, és hogy Isten olyan hitet kíván, amely úgy hisz ennek a feloldozásnak, mint Isten mennyből hangzó saját szavának, és hogy ez a hit valóban megkapja az elnyert bűnök bocsánatát. Aprócska hajszá választott el a gyónást attól, hogy az evangélikusok között is szentség legyen. Csak egy dolog hibázott. Nem volt külső járható jele, mint az úrvacsoránál a kenyér és a bor, vagy a keresztségnél a víz. Így tehát az evangélikusoknál van gyónás, és nagyon hasznos, ha élünk vele.